Szia, Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tuk & Do It nyelvtanulás YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon a német nyelvtanról lesz szó, azon belül pedig a részes esetről, vagyis a datívról. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután megnéztük ezt a nyelvtani részt, rögtön lesz lehetőséged gyakorolni fordítási feladatokon keresztül. A német nyelvben 4 esettel találkozhatsz, alanyeset, nominatív, tárgyeset, akkuzatív, részes eset, datív és birtokos genitív. Az alanyesettel nem igazán szoktunk törődni, ezért ő külön videót sem kapott, sajnálom alanyeset, de ő a Derti Das, és kész, ennyi. Ebben tanulunk először a német nyelvről. Például Das Gepäck war dort, a csomagot volt. Itt egyébként préteritumot használtam, hogyha ez az igeidő jobban érdekel, akkor a leírásban megtalálod a róla készült anyagokat. A tárgyeset már egy kicsit érdekesebb, arról ma nem lesz részletesen szó, ő már megérdemelte a külön videót és bejegyzést, úgyhogy azokat eléred a leírásban. Ebben a videóban a részes esetről lesz szó, és hamarosan jön a birtokos esetről is egyébként a videó. Nézzük meg, hogy mikor használod a datívot, vagyis a részes esetet. Amikor valakinek a részére történik valami, ilyen helyzetet egyébként sok ige így magától hoz. Például sagen, helfen, gefallen, schmecken, danken, antworten. Például das hat mir nicht gefallen, ez nem tetszett nekem. A mir szó egy személyes némes, és egyébként a részes esetben van itt. És a mondat amúgy perfektben van, amiről szintén találsz bővebben anyagokat a leírásban. Valamint a német névmásokat is érdemes lehet megnézned, az egy óriási téma. Amikor akartam róluk bejegyzést készíteni, akkor először megírtam a bejegyzést, akkor rájöttem, hogy oké, erről kettő kell, és amikor megírtam a másodikat is, rájöttem, hogy ezt senki nem fogja így elolvasni, úgyhogy inkább 3 részre bontottam, úgyhogy ezeket mind beírom, belekom a leírásba, és majd kiválogatod, hogy mi az, amit neked tetszik belőle. Hát azért hasznosakat, tehát hogy amit mindig használsz, azokat azért szerintem nézd meg. Ugye a mir is egyébként egy részes személyes névmás, és amúgy a visszaható igéknél is megjelenhet, de ez most már nagyon messzire megy, maradjunk inkább a részes esetnél. Részes eset lehet még az bizonyos előjáró szavak után, ilyen a mit, zu, bei, nach, von, aus, seit. Például, jetzt kann mit uns sprechen, most tud velünk beszélni. Itt egyébként módbeli segédigét használtam, a módbeli segédigéről is találsz külön videót és bejegyzést a leírásban. És hát a mondatnak a szórendje is egyébként érdekes, mert a kiemelés miatt fordított szórend van, szóval ha szórendek érdekelnek, tudod, hogy hol találod, minden, amiről itt szó van, és nem fejtem ki, azt megtalálod a leírásban. Szóval, maradjunk még a datívnál, koncentráljunk rá, hogy mikor lehet még ő. Ha az akkuzatívos videót megnézted, akkor ott külön kiemeltem ezt a holdazást, hogy hová tetted a holdat, ugye a hovában az á az akkuzatív volt, a holban pedig a dat az majd a datív lesz, vagyis azok az előjáró szavak, amik ott is megjelentek, hogyha utánuk holos helyzet van, tehát hogy lokalizálódásra válaszol az egész mondat, akkor datívot kell használnod. De mik ezek az előjáró szavak? Ezek az an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor és zwischen. Például niemand war im Haus gewesen, bevor du angekommen bist. Senki sem volt a házban, mielőtt megérkeztél. Ebben a mondatban egyébként pluszkvamperfekt, perfekt és katiszórend is van, úgyhogy ezekről mind az anyagokat beraktam szintén a leírásba, hogy utána tudj nézni. Nézzük meg azt, hogy hogyan képzed a részes esetet. Vannak a határozott névelők, itt már mindenki megváltozik, dem, der, dem és den. Fontos, hogy a dennél ugye még egy plusz n kerül a főnévre is. Határozatlan névelők, einem, einer, einem és keinen. A többes számban ugye ugyanúgy az n rákerül a főnévre. És a személyes névmások, mir, dir, im, ir, im, uns, euch és ihnen. És hát mi az, amire figyelj még? Mindig a melléknevekre kell még általában figyelni, mert az esetek ott is megjelennek, és a melléknév ragozásnak az alapja az, hogy az eseteket is jól tudod, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt is nézd át, hogyha bizonytalanul megy. És most, hogy megnéztük ezt a nyelvtani részt, nincs más hátra, mint hogy gyakoroljunk. Magyar mondatokat fogsz látni, és fél perced lesz arra, hogy lefordítsd őket németre. Nézzük is!
És most, hogy gyakoroltunk, nincs más hátra, mint hogy bátorítsalak arra, hogy lájkold a videót, kommentelj, iratkozz fel, oszd meg, és ezzel támogasd azt, hogy minél több ingyenesen elérhető tartalmat tegyek közzé. Mindeközben pedig ne felejtsd el, meg tudod csinálni.